Da 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 da. Da 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 da. Sziasztok! Ahogy ígértem, hétvégén megyek Dalmához, Székesfehérvárra, és úgy döntöttem, hogy veszek neki valamit. Egy nagyon finom, csak így szeretnék. Rendszerűen. Köszönöm szépen. Itt vagyunk Székesfehérváron. A Rózsaligetben. Igen, és ebben a részben arról lesz szó, hogy... A kapcsolatunkról, rólunk. Rengetegszer kapjuk azt a kérdést, hogy hogyan jöttünk össze. Igen, na hát... Úszodában. Igen. Mint általában az úszok, gondolom. 5 éve ismerik egymást kb. Ifjúként találkoztunk először. Hát és rögtön elkezdtünk beszélgetni. Igen. Hát és igen. Már akkor is nagyon bírtam. Én mentem oda hozzád. Ja. Kisebb-nagyobb szünetekkel mindig beszélgettünk igazából. Ja. Aztán most így újra egymásra találtunk, aztán jött Fehérvárra, hogy randizzunk. Mikor? Június 12-én. Igen, tavaly. Szóval... Már több mint egy éve. Igen. Igazából... Hát és akkor össze is jöttünk. Megpróbáltuk. Úgyhogy azóta... És be is jött. Azóta elég jól bejött a dolog. Hát nagyon jól kiegészítjük egymást. Igen, meg egyébként így, hogy úszunk mind a ketten, így elég megvan sok mindenben. Sok mindenben megvan a közös. És... Meg így viselkedésre is nagyon hasonlítunk. Igen, azt mondják, hogy az ellentétek vonzák egymást, ezzel ebben nem értünk egyet. Nem igazán. Előfordult már olyan is, hogy 3 hónapig nem találkoztunk. Az borzasztó volt. Igen, az edzőtáborok miatt. Pont úgy mindig elkerültük egymást, és máshova mentünk. Mondjuk az egyik az pont olyan volt, hogy mentem Tájföldre, hazamentem, meg pont ment Tájföldre. Igen. Majdnem ugyanarra a helyre. Majdnem találkoztunk, de sikeresen. Pocsizunk egyet a repülőn. Még az se volt, úgyhogy... Sajnos nem jött össze. Yeah. De kibírtuk, és igazából az megerősítette a kapcsolatunkat. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Most, hogy találkoztunk... Kaptam csokit! Igen. Tudja, hogy... Igazából bármilyen ételnek körül, mert hogy... Szeretem a hasamat. Igen, de ezzel nincsen semmi gond. Vasárnap reggel van, kajak, ilyen, nem is tudom, 7:30, 8 óra, tehát alapjáraton ilyen 10-11-kor kelünk, de amikor tényleg fölkelt, így lögdös, hogy... Nyuszi, éhes vagyok. Éhes vagyok, és hogy jó, mindjárt. Jó, mindjárt, és visszaalszik. Hát szeretünk elni. De most még ezt a VB utára kell tartogatom, mert most figyelnem kell arra, hogy mit eszek. Olyan szép. Nagyon jó. Meg a világ is. Jaj! Általában a Facebookon szoktunk beszélni, de... Sokszor szoktunk telefonálni egyébként. Igen, mert hogy ingyen beszélünk, és ez tök jó. De, mert a csetelésnél néha vannak félreértések, és abból akkor össze szoktunk kapni. Hát és igen, a csetelésnél félreértelni a dolgokat, mert hogy... Valaki nem, épp nem úgy ír valamit, akkor már... Hát igen, meg nem érzed a hangsúlyt, szóval így... Persze. Azt nem tudod, hogy mondja a másik. Igen, és az félreérthető. De megoldjuk. Da, 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 da. Da, 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 da. Amikor valakinek nem jön össze egy verseny, vagy nem úgy mennek az edzések, akkor ezt meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk egymást nyugtatni. Hát igazából tudjuk, hogy mindig számíthatunk a másikra, és az úgy nagyon tud segíteni. Meg hogyha éppen egy ilyen nehéz időszakban vagyunk, akkor hát valahogyan segítjük egymást leporolni. Nem sokára itt lesz a VB, úgyhogy egyébként nagyon izgulunk. Igen. Szerintem ezzel egyetértünk, erre nagyon föl kell készülni. Fejbe is, de nem is igazán a versenyre, hanem arra is, hogy ennyi, itthon van. Meg. Hogy itthon van, és ebből fakadóan elég sokan fognak nézni élőbe ott a helyszínen, és szerintem, tehát így a 15 000 nézőből körülbelül
legalább 10 000 magyar lesz, aki nekünk fog szurkolni. A VB után, hát reméljük, hogy jól fog sikerülni, de... Igen, mindegyikünknek. Jó lesz. Jó lesz. Hát utána megyünk az én családommal nyaralni, utána meg az ő családjával nyaralni. Igen. Úgyhogy lesz elfoglaltság bőven. Mert majd egyszer megyünk külön is egy hosszú hétvégére. Sajnos már csak ennyi fér bele, egyébként mi is egy ilyen hetes nyaralást terveztünk, de... Az augusztus is egy hónap, úgyhogy... Igen, az is egy hónap pihenő, utána meg elkezdünk majd megint edzeni szeptembertől. Utána egyébként sokkal nehezebb visszaállom arra, hogy nem látjuk annyit egymást, hogy nem tudunk annyit találkozni. Nekem engem az nagyon megszokott viselni. Hát furcsa, hogyha kb. Minden nap együtt vagyunk, és akkor onnantól pedig jön egy ilyen, mit tudom, ilyen 3 hetes szakadék, az... Az igen, az nagyon nehéz. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. And though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.